Ülésezett Bonyhádváros képviselőtestülete. A döntések közül talán a legfontosabb az orvosi ügyeleti rend megváltoztatásával kapcsolatos, amely jogszabályi előírásnak megfelelően október 1-től lépett életbe a városban. Tudtuk meg Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől. A központi háziorvos ügyeletnek a megváltozásáról is döntéseket hoztunk, hiszen október 1-től Tóna vármegyében megváltozik az ügyeleti rendszer. Hogy mennyiben érinti ez a bonyhádi lakosokat, erről azért röviden tájékoztatást adnék ebben a formában is, hiszen azért a város honlapján, Facebook oldalán is számos helyen lehet erről hírt kapni, de fontosnak tartom, hogy minél többen értesüljenek erről a változásról. Maga a háziorvos ügyelet nem szűnik meg a városban, csak éjszakai ügyelet nem lesz ezentúl Bonyhádon október 1-től. Hétköznapokon 16 órától, amikor vége van a háziorvosi rendeléseknek, este 22 óráig lehet megtalálni ugyanott az Ablonci házban az ügyeletes orvosokat. És 22 órától, másnap reggel 8 óráig nem lesz már háziorvos az ügyeletben, akkor szexárra kell menni. Természetesen, hogyha olyan állapotban van valaki, ami az életet veszélyezteti, vagy ami olyan hirtelen egészségkárosodás következik be, akkor mentőt kell hívni ugyanúgy, mint az eddigiekben. Én bízom abban, hogy a változás nagyon sok embert nem fog érinteni, azért nagyon sok mindent átstruktúrált a COVID, hiszen azóta az a tapasztalat, hogy éjszaka az ügyeletet már nagyon-nagyon kevesen keresik fel, és veszik igénybe ezt a szolgáltatást. És a hétköznapokról beszéltem, az ünnepnapokról, pedig munkaszüneti napokról még nem, ott 14 óráig lehet felkeresni az ügyeletet, és 14 órát követően kell szexádra, a központi ügyeletre mennie a lakosoknak. Bízom benne, hogy ez nagyobb fennakadást nem fog senkinek okozni. Ennek a döntésnek a kapcsán nyilván az ingatlan hasznosításáról is kellett döntenünk, illetve az előző szolgáltatóval, a BZBT-vel kötött szerződésünknek a megszüntetéséről is, hiszen ez október 1-től már okafogyottá válik. A polgármester hozzátette, a testület a fűtési szezon közelettével a most következő őszi-téli időszakban is optimalizálni szeretné a közintézmények energiafelhasználását. Már a tavalyi évben döntöttünk az energiafelhasználásnak a optimalizálásáról itt a képviselőtestület ülésen, hiszen akkor még előtte voltunk a közbeszerzéseinek, mind áram, mind gázbeszerzésének tekintetében, és nem tudtuk, hogy milyen mértékben fognak ezek az árak megnőni, csak azt tudtuk, hogy többszörösére emelkednek. Időközben ezeket a közbeszerzéseket lefolytattuk, és bár az elvárásoktól vagy a vártól azért kedvezőbben alakultak a magyar kormány támogatásának és segítségének köszönhetően ezek a rezsiárak, azért mégis többszörösei az előző évekének. Ezért idén is fontosnak tartottuk, hogy a fűtési szezon kezdetével, ugye október 15-től egészen április 15-ig olyan racionális döntéseket hozzunk, amelyek alapvetően nem befolyásolják a város lakosainak az intézményi létét és aznak a szolgáltatásainak a használatát, de mégis jelentős akár több tízezer köbméter gáz megtakarításról és több tízezer kilowatt energia áram megtakarításról van szó, ezért fontosnak tartjuk továbbra is. Változás a tavalyi évhez képest, hogy tavaly ugye a három közművelődési intézményeket összevontuk, és csak részlegesen lehetett látogatni a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, erre idén nem kerül sor. Mindhárom közművelődési intézmény a saját telephelyén a megadott nyitvatartás szerint fogja várni a látogatóit. A tanúszodának a rendje is változik. A tavalyi évben csak 8 órától tudták a tanúszodát igénybe vevő diákok az úszodát használni, ezért reggelente a bérleteseknek nem volt lehetőségük használni a tanúszodánkat. Erre idén nem kerül sor, tehát 6 órától ugyanúgy nyitva lesz a tanúszoda. Ugyanakkor tavaly csak téli szünetben zárt le 3 hétre az úszodánk. Idén nem csak a téli szünetre, hanem már a meghosszabbított őszi, illetve jövő évi tavaszi szünetre is zárva fog tartani. Ez nyilván egyszerre, egy időben, egy hosszabb időszakot leállva sokkal hatékonyabban lehet energiát megtakarítani, mint hogyha napi szinten változtatnánk ezt. A legfontosabb változtatások ezek. Én bízom benne, hogy nagyon sok akadályt nem fog senkinek az életében okozni, ugyanakkor jelentős forrást tudunk megtakarítani ezzel.
A polgármester végül kiemelte, a felsőfokú intézményben tanulók támogatását továbbra is szívügyének tekinti a város, ezért egyhangúlag döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról is. Csatlakoztunk idén is a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz, hosszú évek óta tesszük ezt, hiszen ilyenkor a város is támogatást nyújt az egyetemeken, főiskolákon tanuló felsőoktatásban résztvevő fiatalok számára, amelyet a magyar állam egészít ki. Ezzel segítünk mindenkit, aki ebben részt vesz. Erről döntött a testület, hogy ezt továbbra is folytatjuk. Bonyhád város képviselőtestülete 14 napi rendi pontot vitatott meg szeptemberi ülésén, végül valamennyi elnyerte a testület támogatását.